bootcamp lényegében, mint számos fitness irányzat Amerikából indult hódító útjára kb. 8-10 évvel ezelőtt, az amerikai hadseregben használt kiképző módszereket, edzésmódszereket adaptáljuk a hétköznapi emberek számára is, és lényegében a hadseregben a kiképzésnek az a célja, hogy a lehető leggyorsabban, a legtöbb eredményt érjék el a katonáknál, ugyanerre alkalmas a bootcamp is a hétköznapi embereknél. Bootcamp edzések tematikájából fakadóan nagyon szerencsés az a helyzet, hogy gyakorlatilag minden természetes közeg alkalmas arra, hogy bootcamp edzéseket végezzünk. Többféle helyszínen lehet alkalmazni a bootcamp edzéseket, akár egy parkban, akár tengerparton, akár olyan kijelölt helyszíneken, ahol olyan természetes tárgyak találhatók, amiken ezek a mozgásformák megoldhatóak. Többféle bootcamp edzéseket ismerünk, úgynevezett traveling bootcamp, amikor egy bizonyos helyszínt a bootcamp edző kiválaszt, és azt végigjárja. Tehát ez a helyszín, ez nem egy kötött helyszín, hanem akár egy erdős részen, akár egy nagyobb parkba elindul a bootcamp edzés, és futásokkal egy másik helyszínre átér a csapat, és ott végez bizonyos gyakorlatokat. Aztán van a stationary bootcamp, ami egy rögzített helyzetben, de ez is természetes közegben történik. Aztán vannak kimondottan olyan utazó bootcampek, luxury bootcampek, amikor különböző tájakon, különböző kellemes helyeken csinálunk táborokat, akár tengerparton, külföldön, de Magyarországon nagyon sok szép tája van, tanyavilágban folyamatosan szervezzük ezeket a táborokat, és ez egyben élmény és eredmény, ami a bootcampnek a szlogénje is lehet. Tapasztalatok rendkívül jók. Én azt gondolom, hogy közel tudjuk hozni az embereket a természethez, ami valójában lételemünk is, és ez olyan emocionális dolgokat ébreszt bennük, ami akár az utánzójárások, a gyerekkort idézi, a természet közeli mozgások, kint vagyunk a szabadban, szintén abszolút pozitívan és motiválóan hat a résztvevőkre. Tehát eddig nyugodtan mondhatom, hogy rendkívül pozitívak a visszajelzések. Igazából azt gondolom, hogy ilyen fajta mozgásra van az embernek igénye és szüksége is.